Na most, a fő kérdésünk ugye az volt, hogy kidobjuk, vagy megtartjuk. Igen. Ön szerint akkor mi erre a helyes válasz? Az a javallat, hogy, és nagyon sokan vannak így, és telefonálnak, és segítjük őket, hogy használjanak először valamilyen epesav tartalmú készítményt. Próbáljuk meg feloldani, mert a 15 mm-nél kisebb koleszterin köveket ez a készítmény feloldja. Tehát még arra is jó, hogy kőoldást kőoldásra, csináljon? De csak a koleszterin kövekre, mert ugye vannak a koleszterin puha kövek, és vannak a szivárványos vagy mészárnyékos kemény kövek. Azt nem tudja feloldani, de 80%-a az emberek, a köves embereknél, hogy így mondjam, ez koleszterinkő. Az a 20% az, azokat nem lehet oldani. Legalábbis még nem ismert ilyen művelet. Értem. Tehát magyarul oldani, és ez pár hónap alatt nem következne be, akkor egy epekő oldást lehet csináltatni. A lényeg az, hogy van Magyarországon egy hely, ahol igen, zúzzák az epeköveket, és az nagy-nagy eséllyel elporladva szinte eltávozik az epeutakon, és eltávozik a szervezetből, és ezzel esetleg nincs szükség műtétre. De ez a legszebb megoldás. Én azt javaslom, hogy a műtétet mindenki hagyja a leg- és legvégső esetre. Most nyilván, ha már hasnyálmirigy gyulladása volt, vagy az epekövek úgy megtelítik az epek hólyagot, hogy nincs már benne epefolyadék, akkor nincs mit tenni, akkor azt sajnos ki kell venni.